Fényes egyház. Nacho. Mi ez? 4:30 lesz? Hát egy kicsit korán keltem. Pedig hát 10:30-kor még fenn voltam, hát emlékszem, hogy izé Barbie live-ozott, azt mondta, hogy hú gyerekek, már 10:30, az 4-kor kerek. Mármint, hogy ő mondta. Remélem most nem a fülemben lévő hülyeség használja a mikrofont, mert az szörnyű volt. Mikor kipróbáltuk a Balatonon, de úgy tudom, hogy semmiféleképpen nem tudja használni ez a fő kamera applikáció. Na, beszleg a templomnak van jó fénye. Pont az lett volna itt a kezdeti témám, hogy azért nem lehet itt ilyen hajnalok hajnalán futni egy jót, mert nem látsz. És akkor tudod, a anyád az elesik. Mert azért a járdán is vannak kártyuk. Ezt akkor látsz, mikor jön egy kocsi. Egyedül a izé jó. Én még megyek egy kert. A fő utca. Ahol van a dohánybolt, a hentes, ott látni rendesen, meg ilyen kis utcákba nem jár kocsi, azt akkor annyi. Na, zúzok a tovább. Látod, itt szörnyű. Itt... Azt sem tudom, hogy merre van a kamera, előre fel. Na most vagyok itt a sulinál, ahol a két kis kutyát szoktam felvenni. Na mindegy. Úgy azért vagyok most ilyen futóbolond, mert tegnap napközben valamikor, már nem tudom, elromlott az ecigim. Aztán már este kemény nikotin elvonások voltak, most reggelre meg már még keményebb. Aztán ez jót tesz, mert ugye feszülté tesz a dolog. Tudjátok, az elvonási cuccok. Aztán így le is vezeted. A másik az, hogy ilyenkor, hát csúnya mondva, turhák jönnek fel, ilyen tisztulási folyamat van, tök mindegy, hogy sima cigit szívtál, vagy a gőzt nyomattad, ilyenkor mindig tisztul. És ez még jobban elősegíti. Hamarabb túl vagy rajta. És nagyon nehéz kibírni azt, hogy ne menjek ebbe azonok, hogy akkor veszek egy doboz mentolos szofit, az kész. Mert szörnyű. Hát ott mondta, én nem divat pagós vagyok, hogy most milyen színű az ecigim, vagy hogy annyira számítana, hogy mennyi a gőz, vagy hogy milyen tankot cserélek, meg izé, meg tekerjed, meg vízipipát nem próbáld. Nem. Én full a nikotinra mentem. Gyerekek. És kurva szar, feszült vagy, izei feszülnek a fogsorod. Tipikus elvonási. Már össze-vissza nyomkodtam, ütögtem, tekertem. Hát mondom, már mindjárt nyalogatok egy kis Heisenberget, azt akkor van benne nikoti. De hát az fúj. Hát az a baja, hogy így bedugom, az villog. Nem tölti. Ugye mikor megnyomod, hogy szívnád, és ti-ti-ti-ti villan vagy négyet, akkor az az, hogy lemerült. Ugyanazt mutatja, amikor feldugod tölteni, ti-ti-ti-ti, aztán semmi. Pedig úgy kéne, hogy töltse, hogy rádugod, és egyfolytában világít a gombja. De most négyet villog, és elsötétül. És nem az van, hogy hú, akkor full lemerült, és akkor még világítani se tud, mert egész este rajta volt, és még mindig nem világít, és még mindig nem töltötte fel. Hülyeség, hogy porlasztó hiba, vagy valami rosszul van rátekerve, mert leszedem az egész tankrendszert róla. A szimpla aksiát is töltenie kéne. Töltöttem már úgy, amíg a többi részét mostam el. Szóval maga az aksi része, ti-ti-ti-ti, az nem tölti. Köszönöm, hogy mindig ezzel van baj az összessel, hogy nem lehet egy idő után tölteni, mert vagy beesik az USB-je, vagy ez a baja. Ja, a legutóbbi Joyteknek ez ugyanez volt. Ti-ti-ti-ti, az kész. Engem ne tölts. Mert nem lehet megcsinálni, hogy feldugom, töltődik, lehúzom, szívhatom. Egy hónapot nem bírnak ki ezek, hanem meg is nézem, mikor volt ez, hogy Vibe. Az unboxing és teszt, amikor itt volt tesó még.
az nem volt egy hónapja. Na mindegy. Aztán most kínlódás van. Fogtam és a fejem felkelek, 3 óra. Na mondom, hogy még hosszabb legyen a pangásom. Még nem kertem fel D-be. Hogy akkor legalább hamarabb ürül a szervezet, ezt legalább fel se fogom. Na, ezt akartam mondani. Láttam, tegnap írt el Hafner Q. Média. Messengeren. Peti, holnap lemeltek hozzád. Hát, gondolom már láttad a választ, hogy bocs, de most nem. Eleve, hogy most ez a bajom is van. Csak itt feszengenék, hogy hajadjam. Meg mostanában elég volt már. De én is sokat mentem ide, is sokat jöttek. Ugye, hopp. Menj még vissza, hajtsizni a korámban. Csak nekem kipattant a szemem. Igen. Ez egy jó büdös is lettem rá a nyakád. 3 kört mentem itt. Hoppa, úgy hívjuk, hogy nagy karika. Hogyha sétálunk, ha kis karika, akkor csak itt hátunk. Ugye kis karika, nagy karika. Na megyek a fültök meg. Pfű. Na még mindig jönnek a kérdések, hogy milyen a net. Akkor tudjuk le videóba is, mert tegnap ugye a live-ba teszteltük, meg képet raktam ki a YouTube-ra. Ugye a Herbi Live csatornán szoktunk live-ozni. A Herbi Gameplay csatornán lesz kockulós live-ok, Rainbow Six, ilyesmi. Itt meg a vlogok. Itt ugye az eszköz az ilyen szép, nagy, fekete. És akkor mérünk egyet, ez most nem kell nagy tévé. Olyan furcsa, hogy már nem kell hozzá a telefon, hogy legyen net a gépen. Meg hogy hol a telefon, hogy milyen a net a gépen. Ugye? De olyan... De live-oztam közben, szóval az is használja a netet, nem? De... És úgy volt... 850x500 valamennyi. Telefonon meg majd mindjárt lemérem. Ezt elfejtettem, de az is... Mit tudom én, 300x300 biztos van. Speeder test. Most akkor nem töltődik semmi. Hát még a Windows befele, de... Az nem érdekel minket. Ja. Ha változó, de kb. Mindig ilyen 800 körül jön le. 850. Felfele meg. Az kész. Ugye ez a vezetékes full be van dugva. Ja. 850x430, ezt jó van. Na megmérem mobilon. Mennyi jót? Beraktam, nem a videóba. 350x320. Visszafeküdtél csicsikálni. De nyújtózkodik kis denevér arcú. Kipihened most az egészet. Most egy darabig itt leszünk, jó? Kis sétákhoz kész. Aztán majd folytatjuk a nagy kalandokat, mert 18-án jönnek. Lehet, hogy még kutyát is hoznak. Aztán 19-én meg megyünk, ó, pocskám, jó? Nem most, majd Budapestre. Budapest, Budapest, de csodás. Tudod, már voltál egyszer ott. A délibe ott ültél a kocsmánál tulipánokkal. Az aranyos szólt. Ez volt az estődítőm, ez a meccs, mert hát ez tényleg az. Ez tiszta megy márka. És igen, Vivian, ott jégverem van abban a szobában. Full le tudott hűlni, hogy ott örökké nyit van az ablak non-stop, mióta tavasz óta. Na, pékáru kell nekem, mert felgyűlt a sok tojás meg a szalonna. A bolonyai meg kukába megy ma, mert hók nem ette, és már nem annyira friss, megette így is. Hű, hát ez már nem mai volt, mármint kirakva.
Tegnap annyira mondogattam, hogy jó net, akkor most már feljebb tudom venni a iPhone-on a felbontást 1080p-re, örüljetek. Ezt leszembított, hogy hülye vagyok, hát ezt addig is, eddig se azért butítottam lejjebb, mert szar a net, hanem mert hogy ráférjen az iPhone-ra. Tudod. Amikor úgy érzem, hogy hú, ebből 3 órás videó lesz, akkor 480-ba kezdem. Vagy a végén, mikor már sok 720-as felvételem van, és úgy vagyok vele, hogy ez már nem fog leférni megint a telefonra, hogyha összefűzöm, akkor sajnos 720-ban van a videószerkesztőben, de azt mondom neki, hogy 480-ba mentse el. Szóval maradt a 720, csak hamarabb megy fel. Néztem a videózás előtt, mennyi helyen van, 7,5 giga. Na mondom, nem áll. Mi ez? Aztán letörlöm a YouTube-ot, mondom, hát ha megint az dagadt fel, mert lájóztam, vagy nem tudom. Megnézem, 7,5 giga. Na jó, most már beállítások, általános iPhone tárhely, felül Facebook 2,5 giga, alatta Messenger 2 giga, alatta Glide 1,8 giga. Ja, ezen a három helyen mostanában annyi videó üzengetés történt emberkékkel, amit nem mindet a Facebook szerverén tárol, hanem ugye, hogy bebufferel neked is ugye valamilyen szinten, hát meg a képek, stb. Hogy gyorsabb legyen ugye a telefonra, dagasztja az applikációt, aztán most így lett 11, a nem estem hasra, hogy mennyi lett, kb. Annyi. Dokumentáljuk, hogy áll a dolog. Dikkát tankcsapdát csinált. Nem lehet oda menni. Sose láttam még bele egy ilyen aknába. Tényleg ott laknak a tini ninzsák. És pizzát várnak. Most láttam egy ilyen kis rövid videót Facebookon, hogy hol tart a mai világban a természetvédelem. És egy ilyen daru, hát ez most pont nem az van rajta, de hát markoló, tudod? Állt egy hídon, mondjuk ez a híd, ami most pont lyuk. Arról jön a folyó, a híd oldalába felgyűlt a szemét, sok flakon szemét, kurva sok. Állt a hídon így, markoló így a szemetet, azt hitted, hogy a hídra rakja, mindegy, és csak átdobta a folyó túloldalára, hogy el tudja vinni. Ezt ott álltak közben a többiek meg izé, karbatett kézzel. Mondom, az tényleg durva megoldás. Ezért bazd meg beindítani egy ilyen markolót. Akkor már miért nem rakta a hídra, aztán ellapadt. Üzeid, mi az? Belerakta volna egy dömperes autóbusz, kész. Dömperes autó. Na, nyitva van már a pekség. Itt sétáltam, nagyon feltűnő volt. Mondom, mi ez a csend? Aztán rájöttem ugye, hogy most itt határozatlan ideig, ideiglenes zsákutca tábla van kitéve amarról, és hát nincs olyan forgalom. Mindig a kocsik miatt van a zaj. Mondjuk az elektromos autóval majdnem beszoktam múltkor. Ugye Döbröntén az Orsi, a postás Orsinak van olyan. Hát nem hallod, hogy jön? Hát úgy elbasz, mint az állat. megyek. Mondom, hogy kerültél ide? Nincs hangja a kocsimnak, elektromos. Úristen, mondom, majdnem meghaltam. Na, és akkor ide vannak letéve a dolgok, meg itt a kis vécéjük. Kereszteződéstől innen. Túloldalt. Na, csak nem akartam felvenni mást. Szóval, hogy a túloldalon mi van, azt meg majd most megnézzük. Dokumentáció illaglag. Fú, de jó, még izé minden full meleg illatos. Várjál, alig van, hogy nem állvány az egész világ. De bírom, mikor egy ilyen, mikor a csaj csak egy ilyen izébe van. Már látszik ezen szar se. Bemelegítő alsóba. Nem
tudom ki, hogy van vele, fiúk. Nekem az olyan tök cuki, sőt, szexi. Hol itt lesz majd a markolási? Amikor tök jó nő, de bemelegítőssel meg egy póló. Től ilyen otthoni szett. Szerintem az tök jó. Mit akartam? Felülni a biciklire, nem? Minek hoztam, ha mindig tolom? Már sokat felejtettem. Ez, ha mondjuk pont így van, amerre megyek, az azt jelenti, hogy ami szembe jön, az nem előzhet autót, semmit, de én előzhetek. Ugye ez azt jelenti, szóval én vagyok a fekete, szóval szabad, ő a piros, szóval neki nem szabad. Ha ez fordítva van, hogy az enyém a piros, akkor nekem nem szabad, ugye? Ez így van, ez a tábla? Gondolom. Kíváncsi vagyok, hogy hát az autóknak biztos, hogy jobb lesz. Vagy a gyalogosoknak. Mert körforgalom mellett karikó, utok, van zebra, ott mindig így nem tudom, hogy most megy tovább, vagy ott akar jönni. Mindig nekem olyan, hogy kocsiknak persze, hogy jobb. De múltkor volt itt ez a baleset című videóm, ez a csattanás ügy. Azt egyből, hú, ide kéne egy körforgalom. Ez már nem állapot. Főleg amikor a sarkon álltak a nagy furgonok, a anyagbeszerzők. Tudod, ezt nem lehetett kilátni, hogy most jön-e valaki, vagy nem jön, azt akkor az autók is így jártak, az bum. És akkor a körforgalom az olcsóbb, mint egy jelzőlámpa. Az is megoldás lett volna, nem? Max ilyen nyomkodós, hogy ha épp nem jön senki, akkor hadd legyen már zöld a autóknak felváltva. De már a körforgalom a divat. Legalább lehet a közepére rakni egy szobrot. Valami itteni régi szerzetesről, mit tudom én, mit szoktak. Elfáradt a kezem, de úgy fit vagyok ma. Akkor a kátrány meg a füst az nagyon lehúzott engem, de a nikotin is letud. De hát az nyugtató hatású. És ha valaki nyugodt, akkor fit. Mi pánikosok mindig arról beszélünk, hogy mikor azt mondják, hogy stresszevő, és röhögünk, olyan nincs, erre fogja a dagi bazd meg. Hát amikor stresszes vagyok, eszek. Hogy? Olyankor nincs gyomrunk, úgy be van feszülve, hogy reggel öklendezéssel kezdjük a reggelt, az nem is jön ki semmi. Beveszed vízzel a Xanaxot, bár pánikosok nem használnak vizet, ehhez lenyelik, ahogy van. Kiöklendezed még a vizet is. Köhögsz, öklendezel. Majdnem full lett az idegtől. Hogy menne le egy fél túró rudi is, nem hogy három sajburger, 40 fém alatt, mert stresszelő vagyok. Nincs olyan, hát olyankor nincs gyomrunk. Akkor az nem stressz, hanem csak aggódsz, hogy mit tudom én. Attól, hogy lefogysz. Amúgy meg. Ott van az a narancssárga ház, a középső. Oda kellett egyszer, tudjátok, itt jöttem, logoltam a molettebb zöldséges néni, nő, elnézést. Én még mindig azt hiszem, hogy 16 vagyok. Leszólított, hogy itt a kocsi, benne van a kandalló, segítsek már bevinni. Mert a fuvaros erre nem számított, és ilyen büdös nagy, nagyobb, mint az enyém a kandalló. Bevittük, volt persze béka hozzá, meg minden, de azért kellett még egy ember. És én meg ott körbe vezetett, hát, hogy ilyen lesz a szoba, meg íz. Szóval én azt hittem, hogy itt lakik. Szóval ide költözött, és akkor ő lett itt a zöldséges, meg ilyenek. Így jött le. Most, hogy ugye a kis cicákat meg Szanit elvitte, így mondtam is, hogy nem fog hozzám hazaszökni. Á, 7 kilométerre nem hiszem, meg nem itt lakik. Aztán kiderült, hogy nem. De akkor erre majd rákérdezek, hogy tisztázódjon a fejembe, hogy most akkor ezt csak megvett egy lakást, ezt kiadta, hogy vagy ez. Lakás? Ház. Na, hol a hópos jelenet?
Sehol. Lustálkodik. Keressük meg, gyertek. Ja, hogy csak lassú vagy. Szia, baby. Szia. Jó kutya vagy? Neked is hozni kéne már valami husi-musi-pusi-fusi. Vagy te totál meg úgy látom, most már elkezdted nyomni a bolonyait. Elmúlt a napszúrása. Nagyon furcsa, hogy ilyen gyors az internet. És nagyon-nagyon pangok, úster rohadtul. Baszd meg, legalább Heisenberget plénem szívhatom, Istenem. Miért csináld ezt velem? Hát benne van a kínai horoszkópomba, hogy szenvedélyes dohányos vagyok. Ja, mondom, bécézés közben visszaleszedem a Facebookot, Messengert, YouTube-ot, mert ilyenkor már ugye csak pár száz mega. Azt az a letöltés, az... Úristen, én eddig ezekkel mennyit vártam, meg tartottam fel a kezembe. Te fiú, főleg a WC-be. Ha még volt az eszközöm, akkor is a kádba azért így ki kellett így emelni, hogy valakinek videóüzentem ezt a 20 másodpercest Messengeren, azt... Most meg... Dük. Meg... Mit akartam mondani? Az nagyon gáz, hogy én idén tudtam meg, hogy iPhone-ra hogy lehet filmet tenni, amit meg is tudok nézni. Persze iTunes-szal. Szóval leenkórozott film a gépeden van, és az felmásolni a telefonra, vagy sorozat, vagy akármi. Meg hogy... Ja, mert most azon csodálkoztam, hogy eddig a Facebookra rányomtam, hogy letöltés. Mindig kiírt, hogy 150 megánál nagyobb, majd ha wifi közelbe lesz, akkor letöltöm. Nincs olyan lehetőség, hogy tölts már le 4G-vel, kit érdekel, hogy hány mega, hát ingyen van. Vagy mikor látna. És ilyenkor be kell menni iPhone-nál, hogy beállítások, idő és dátum, előreállítani 2 hónappal az időt a jövőbe. Belepörgetnék most így novemberig, aztán vissza, és akkor letölti. Ha már elkezdte tölteni, akkor majd visszamehetek a dátum és időbe, hogy automatikus. Nem kell visszaállítani, csak hogy automatikus. Az gáz. Vagy most valakinek mondtam újat? Egy mobilnettel nagyobb fájlokat, vagy ha nem enged valamit, mert azt mondja, hogy csak wifi, akkor előrébb kell állítani az időt. Azt nem tudom, hogy hátrébb is jó lesz, csak el kell rontani az időt, én így tudtam. 2 hónappal előre. Köbő. Szóval csak így 2-3 hónappal. Ezt nem tudtam. A filmnézésnek, ha nem tudjátok, akkor ahhoz már tutoriál kell. Ezt hogy magyarázzam el? Mindegy, tudjátok, hogy én vagyok ilyen lemaradva típusú iPhone-ügyileg. Kis domtető, lapos tető. Tegnap is voltak ezek a... Mi volt? Ja, takarítottam, megcseréltem a helyszínt. Lakberendeztem. És akkor ez ment live-ba, hogy na, akkor leteszteljük a új wifi-t. Ott volt a konnektoron a telefon, menjen live-ba, ti addig beszélgettek. És ott is volt ez a, ennek mi értelme, meg izé, meg mi ez az egész. Ez a mai youtuberek nagyon elferdítették azt, hogy miről is szól ez az egész. Annyira tévét csináltak belőle, hogy a mai nézők már azt hiszik, hogy itt el kell várni valamit, hogy itt műsor legyen meg izé. Hogy Gabi is mondta, hogy magyarul simán nem tud futni se, hogyha nincs a fülében valami szponzorált termék. Pont az volt a videójának a címe, hogy miért voltam 2 hétig eltűnve. Én arra gondoltam, hogy arról fog beszélni, hogy mert ilyen sokáig nem találtam szponzort, és anélkül nem videózok. Erre pont úgy kezdődött, hogy ez nagyon jó füles, mert ha futok, se esik ki a fülemből. Mondom, biztos azért volt eltűnve, mert addig keresgélt, amíg valamit nem talált, aki fizet, mert miért videózna úgy, hogy ingyen. Ezt annyira berögzült az emberek fejébe, hogy ilyen műsorszerű, ilyen Truman Show-szerű, hogy és ez itt az új izém, Metzionló. Hogy már olyan tartalomra vágynak. És akkor, hogy én meg nem ezt csinálom.
Hát ennek több szempontja van. Első és legfontosabb. Ez a videó, amit most látsz, ez akkor is létrejött volna, ha nincs YouTube. Sőt, ha nincs internet a világon. Ez gyerekkorom óta hobbi, már megmondja bármelyik családtagom, régi haverok, osztálytársak. Még a kamerázás kamera előtt is csináltam, hogy így fogtam a kamerát, még egy kamerát fel se találták akkor. Nem hogy az okostelefont, hanem az ilyen kis pici kézit. Hát ott a bizonyíték, amint kezembe került egy ekkora nagy VHS kazettás kamera. Egyből mentem ki ott Sámson szélére, és végig úgy beszéltem, hogy sziasztok, most megyünk a Gúnárok fele. Kinek köszöntem, ugye hát senkinek, mi az, hogy sziasztok, meg hogy kedves nézők, hát nem volt még internet, vagy beviszem, vagy feladtam volna postán a tévéből, hogy játsszátok le a RTL klubban, vagy... Ezt az gyerekkorom óta csinálom, már mindenkinek van egy hobbija. Most ha valaki bélyeg együtt, jaj, olyan már nincs mi, hát van, vagy valaki ezért, mit tudom én, iPhone hátlapokat fest, akrilfestéke. Tudjuk, mindegy, 1000 millió hobbi van, vannak nagyon beteges hobbik is, ugye, itt tudom én, befőttes üvegtető gyűjteménye van. Én egy ilyen kitalált közönséghez beszélek gyerekkorom óta. Ennyi, nem több. Lehet egyszer láttam egy olyan dokumentumfilmet, vagy a tévébe tetszett, amit csinál a műsorvezető, fogalmam sincs. És mivel van a YouTube, így már nem kitalált. Feltölti valahova az ember, mert egy az, hogy ne a vinyóján foglalja a helyet, ne a telefonján, van egy ingyenes tárhely, és oda feltölti az ember. Ilyenkor meg azt szokták mondani, hogy de akkor miért nem listázott, mert most már legalább nem csak kitalált a közönség, ha valakinek ezt kell nézni, akinek nem tetszik, az meg ne nézi. Hogy mire gondolnak ilyenkor, hogy... Oda jön, hogy miről szól ez a live, hogy miről, semmiről, miért kell szólnia valamiről. Hát arról, hogy ti tudtok beszélgetni, amíg engem láthattok, hogy miket csinálok itt a kutyámmal, milyen zenét hallgatok, hogy töröm az asztalt, hogy csinálom a paprikás kumplit, meg áthelyezem a tévét a szobába. Na lehet, hogy valaki erre kíváncsi. Hülyeség, hogy legyen nem listázott, és akkor elküldöm az összes családtagomnak, meg a régi barátaimnak, meg ilyesmi, akit érdekel, mert akkor sose tudom meg, hogy hát ha lesz még olyan ember, akit is, őt is érdekli. És akkor gyűlünk. És annál jobb érzést csinálni, ugye, hogyha tudod, hogy minél több embernek jól esik ez. És ők ugye meg se szólalnak, de az, amikor valakinek nem tetszik, az miért teszi még szóvá is, meg akkor miért nézi, azt büdös érdemben nem fogjuk felfogni. Ja, hát azt nem lehet. Én például tiszta szívemből rühellem a Puzsért. Soha nem nézem. Volt az egy-két alkalom, mondom, ez nekem nem kell, mondom, ez nem megnyugtatott, hanem ideges lettem, nem tetszik a... Nem egy hullám hosszon vagyunk, tudod, rezgés szám. Két ember, mikor csak feszülté teszi egymást. És nem nézem. És mindegyikhez írjam oda, hogy idegesítő vagy. Normális, azért az jó, az IQ-tlanság lenne, nem? Ez nem emberi dolog, hogy én most csak azért idegeskedjek, meg nézem végig, hogy tudjak ide belekötni. Az eléggé ilyen szánalmasan buta tevékenység, nem? Jó, hát szokták mondani, hogy hülyék mindig is lesznek, de mindig bennünk van az, hogy de miért? Minek? Miért jó hülyének lenni? Felesleges fasság. Jó. Amíg leírod a baromságot, addig 12 kutyát meg tudtál volna simogatni a utcába, akik csak ott vannak a kerítésen belül. Ugye hó. Menjünk mi is egy kutyasimogató körútra. Döbröntén ez a nagy fekete ott a sarkon, a Windows háttér, bárányok, domb, sarok, úgy hívom, hogy Dante azóta, mert ő is olyan nagy fekete. Nem olyan a színük, de olyan smi. Az is mindig múltkor benyújtam, az tök aranyos. De csak addig ugatnak, amíg ugye védik a területet, aztán csak jól esik nekik a simi-simi. Ez a kettő, ez tök jó. Ez a két végül keverék, hogy soha nem is ugatnak. Kurva jók.
Nagyon jó génekből vannak. Vagy nevelési, jó a gazdi. De nem a vadász lakik ott? Vagy ezt nem itt mondta valaki nekem? Ja nem, pont, hogy a Dante döbröntén, az a nagy kutya, ott lakik a vadász. Ja tényleg, az a vadászé. Mert mondom, hogy ezek a kutyák vadásznak, akkor lehet azért nem ugatnak, mert ugatnak eleget az erdőbe. Kiérik magukat, aztán itt már nincs kedvük, hogy embert ugassak, hol a szarvas. Assasz, pangok, Margit. Ah, ezek az ecidik a valatteget, az. De akkor miért nem 1000 forint, hogyha eddig bírja? Tök meleg is van. Hát azt arra mondtam, hogy... Akkor elcseszném az energiámat kerti melókkal, de... Tök melegség lesz. Na, megért a tőből mindent lemetszeni, most minden full friss lett, és gyönyörű. Mert már olyan feketék voltak, hát nézd meg, ez gyönyörűséges. Megérte. Ez is friss lesz, ugye a lila akác, pedig ilyen... Puff, tőre le lett vágva minden. Hát a gaz is visszanő, vagy ez nem az? Hát ez is valami ilyen futó növény cucc, vagy ez a lila? Nem az. Ez is nézd meg. Tőből le, oldalhajtás, azt magasabb, mint én lassan. Bár mondjuk, ez nem szép. Szóval ez jót tett nekik a szőlőt is, hogy tőből lebasztam az egészet. Leszartam azt is, hogy még a szőlőt is levágtam. Ez jövőre olyan finom lesz, hogy csak ne. Az nem az. Hogy kapaszkodik? Én 60-szor áttekeredik, beszarok. A barack az tavaly nagyon rossz volt. Nagyon beteg, mert ezt is metszeni kéne, és ez még sose volt. Nagyon száraz már ez, amikről jön. Nagyon. Ez gyújtósnak jó, de szerencsétlen még így is nyomatja a gyerekeket kifele. Szilva gondolom már olyan, ami nem nekem való. Ja, ez már nagyon kemény. Az aszalt az meg a legrosszabb. És nem aszalt, tudom, az aszalt szilvát szedtem, hanem ami már ilyen nagyon... Fúj! Na, ez már nektek való. Ez már az a tipik szilva. Hát ezt is lecsesztem, hogy ilyen magas már? Hogy próbálkozik. Szia, op. Lyukakat csinálsz te mindig. Még pont, hogy ezt ki kéne egyenlíteni, és hogyha nem gyomirtózok, és akkor jó van, legyen mindenhol föld, akkor pont, hogy befüvesíteni, de nagyon sűrűre. Nyomni, annyi legyen, hogy átcselessen rajta látni, szétmagvazni, aztán csak fűnyíró. A málna most nem sok volt időm, mert itt ezt nem gazoltam ki körülötte. Meg hát ez is az, nem? Jó, hogy te hangosan pisilsz. Te aranyos. Te aranyos. De nagyon kellett. Ja, meg a lomtalanítás még mindig, hogy ez se lenne már itt. Na mi ez? Nem is értem, hogy ez mi. Itt is mindent, ezt is le. Jönne be a fény. Ezeket itt megint újra. Próbálkozzon újra és újra. Sőt, télen pihenjen. Itt a múltunk. Bum. Tényleg akkor, ja Gabiék ma megint isznak egyedül, meg nem olyan jó. Mármint, hogy a gameplay csatornámon. Rainbow Six Live. Már nem kutyulom össze.
sokan, akik a vlogot szeretik, az itt felkerül egy valami értesítést kapnak, hogy ting! Új, őrbékból csak ennyit láttak, elindítja ezt a gameplay, vagy mi ez jó. Csalódást okoz. A gameplay-en lesznek a gameplay-ek. Itt a vlogok, a Hörbi live-on meg live-ozgatok, úgyhogy dumálgatok, az kész, háromfele van szedve. Ugye, Hópmerény? Ugye, Hópmerény? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. Megnézem még mennyi helyen van, meg jaj, már lehet, hogy ez sok lesz, aztán gépre kell felmásolni, aztán Sony Vegas, aztán az elrontja a minőséget még jobban. Bakker kulcs. Vészes. Elköszönök. Sziasztok. Android kell nekem, ja, az lesz a következő lépés. Ugye bővíthető SD kártyával az kész. Vagy eleve legyen 128-as. Ez 32-es. Normális. Vlogger vett egy 32 gigás tárhelyű telefont. Az kemény. Na cső. Bocs, hogy végig suttogtam, de korán van még. Ugye mondtam, hogy én kitaláltam valamit az elrablásodra, úgymond, ha már ezt így kérted, hogy raboljunk el. Jó. Mutatom. Jó, mert nem csak úgy elmondom, meg ilyenek. Van ám itt egy egész ilyen terv. Most elmondom, hogy ez hogy néz neki. Kezdjük azzal, hogy hazamenni nem tudom mikor szeretnél, vagy hogy hány napot tervezel maradni, meg ilyenek. Azt, hát úgy lehet csúnyán mondva azt mondom, hogy azt majd megoldod, vagy Taxis Balázsnak szólsz. Minden esetre én ezt ki tudtam logikázni, hogy lemenjünk érted, meg hogy ez így hogy legyen, de el is mondom, nem húzom az idegeidet. Nem tudom, hogy tükrözve lesz-e, de szerintem nem. Ha igen, akkor megtanulsz fordítva olvasni. Szóval azt találtam ki, hogy itt a 20-a környéke lenne ez a nagyon fasza időpont. Úgyhogy mi 18-án vasárnap mennénk le hozzád Budapestről Sümegre. Mi akkor ott, amennyiben megengeded, egy éjszakát ott aludnánk nálad. Utána hétfőn, 19-én el kéne menni néma bobot fölvenni Székesfehérváron. Úgyhogy, mivel hogy itt jön ez a pontja a kis táblázatunknak, hogy itt lehetne csinálni 19-én hétfőn nálunk egy tagbulit. Itt már meg kell kérdezni, ki szeretne jönni, meg ki nem szeretne, meg ki jön rá, meg stb. De Bob biztos, hogy ráérne aznap. Úgyhogy őt föl kéne venni Székesfehérváron. Úgyhogy ott meg lenne a tagbuli, 20-án másnaposok lennénk, és akkor utána te eldöntenéd, hogy meddig szeretnél maradni, vagy hogy mit szeretnél, meg ilyenek. Úgyhogy én egy ilyet találtam ki,